Ábert, a Sós Tészta Kft. Kereskedelmi vezetője. Börzsi Zoltán ügyvezető igazgató az Egyszerkről, illetve Dobrovszky István kereskedelmi és marketing igazgató az Alföldi Tej részéről. Mindannyian beszállítói a Tesco-nak, saját márkás, illetve a Tesco márka alatt is szállítanak előző. Érdeklődnék, hogy mennyire volt nagy elvárás, nagyobb elvárás minőségi vagy bármilyen szempontból a cégükkel kapcsolatban a Tesco részéről, ahhoz, hogy be tudjanak szállítani a társaságnak. Volt egy különleges elvárás a normál jogszabályokon felüli követelni. Akkor kezdeném, hogy már nálam van a mikrofon. Én azt mondom, hogy az Alföldi Tej részéről 2005-2006-ban volt a termékek gyártása. A Tesco-val üzleti kapcsolatra kerültünk nyilván már elejétől fogva, és egyre azt mondom, hogy nem az, hogy könnyebb, mert nyilván egyetlen dolgot kell a gyártóknak mindenképpen megfelelni minőségileg azoknak az előírásoknak, amit a törvények támasztanak, és mellette nyilván fel természetesen a Tesco elvárásainak. Mi jelenleg nem termékeinkkel és saját márkákkal gyártunk és kész veszünk nagyon sok termékkel, és nagyon sok. Azt mondom, hogy könnyen, rugalmasan, és biztosan tudunk kérni. Nem volt egy, amit a Tesco, tehát én azt gondolom, az fontos, hogy vannak cégnek saját rendeljei, vannak elvárások, és vannak speciális vezetői elvárások. Nálunk ott került elő 3 évvel ezelőtt, amikor a Tesco nemzetközi piacára szerettünk volna lépni. Ez azt jelenti, hogy Szlovákiába szerettünk volna szállítani Csehországba, és akkor jött a Tesco egy speciális igénye, hogy pozitív légnyomást kell bevezetni, van egy magas kockázó zóna, illetve egy zóna szeparátorok kell. És akkor ezt megtettük, és ennek érdekében, vagy emiatt tudtuk megkapni nemzetközi piacot. Tehát a magyar, a TFMS standard szerint dolgozunk egyébként, tehát hatalmas lehetőségek nincsenek a saját standardeinkhez képest, de mindig van egy vezető, akinek van egy speciális elvárása, vagy mikrobiológiával kapcsolatban, mondjuk a tántóföldi szervezés vizsgálata van kerületi térben. Én azt gondolom, ez a cégeken, mondjuk a beszállító cégeken belül is, illetve a gyártó, vagy akiknek szállítunk a vevőknek, a szennyezés változhatnak időre. Azt tudjuk, hogy éppen milyen probléma kerül a térbe egy bizonyos eset kapcsán, akkor nagyobb hangsúlyt kapnak részek, és ilyen szempontból akkor engedély éppen fontos volt, jövőre elképzelhető, hogy más standardek jönnek, illetve másra helyezik majd a hangsúlyt. Mi is jó pár évvel működünk együtt a Tesco-val, gyakorlatilag márkázó terméket, illetve saját márkás területen is, mivel hogy a szemlélet talán a Facebook területén egy kicsit közöttebbek és kevésbé változóak, mint az előttem szóló úr említette, ezért nyilván valamivel könnyebb a helyzetünk, könnyebb a helyzetünk ilyen szempontból, és hát mivel hogy a Kristály is említette, hogy a minőségi szemlélet, a mai gyártók esetében már nagyon-nagyon kötöttek és nagyon-nagyon magas az elvárás. Ez nagyon gyakran találkozik a Tesco minőségi elvárásaival is. Tehát gyakorlatilag össze kellett fésülni a kettőt, és így alakul ki az együttműködés. Illetve hát ugye a felkérés is az úgy szokott történni, és saját márka esetében, hogy van egy gyártó, márkán egy terméken gyártó. És hát az a márkán egy terméken gyártónak a termékei megfelelnek a minőségnek, akkor felkérik arra, hogy legyen szíves és próbálja meg saját márkán gyártani a terméknek. Egyébként hát egy picit dicsekednék is, mi benne voltunk augusztusban azok között a termékek között, akik elnyerték a magyar élelmiszer terméket. Csatlakozok az előttem szólókhoz, igazából annyi a fő különbség, hogy mi csak saját márkás terméket szállítunk a Tesco-nak, márka terméket nem. Gyakorlatilag a cégünk majdnem nem fennállása volt, körülbelül 4 éve szállítunk a saját márkás termékeket. Az egyébként is magas minőségi elvárások, minőségi standardek, aminek a Tesco-hoz való beszállítása,
kutatásokból kiderült a Nielsen felmérés, legalábbis arra tett utalást, hogy a vásárlók akár 10%-kal többet is fizetnének különböző minőségi garanciákért. Önök, mint élelmiszergyártók, ezt hogyan látják, azért is kérdezem, mert hogy a következő előadó az Agrárgazdasági Kutatóintézet előadója sokkal pessimistább képet festett az élelmiszergyártók részéről. Azt mondták, hogy az élelmiszergyártók átlagban azt mondták, hogy hát nem igazán látják a megtérülési lehetőséget egy ilyen jellegű tőzsdebefektetésnek. Hogy látják önöket? Igen, én pont a pessimista kategória vagyok ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy nyilván alapvető tejtermékeket gyártunk itt fogyasztóknak az alapvető termékeknél. Nagyon fontos az átlet. Én nem érzem azt, hogy alapvető tejtermékeknél 10% többletet hajlandóak kifizetni. Természetes az, hogy van egy tudatos vásárlói csoport, aki hajlandó többet fizetni, de ez a 10% számomra egy kicsit magas szám. Olyan szempont, én a másik, vagy pozitívabb vagyok, hiszen a termékből is adódik. Tehát a saláta, Magyarország konyhai és saláta azért mindig egy prémium kategóriába tartozik. Ezen sokat dolgozunk, hogy eljusson az alacsonyabb pénztárcájú vásárló rétegeket is. Alapvetően nagyon nagy lehetőséget ad maga a saláta. Nagyon sokféle saláta van, íz, forma, világa, vágás, méretre. Tehát meg tudjuk találni azt a nagyon magas prémium kategóriát, és amellett pedig a nagy közlelésnek is teret tudunk adni. Tehát mi dolgozunk azon, hogy prémium kategóriás termék legyen a piacon, és ez úgy tűnik, hogy a piac meg is fizeti egyelőre. Az, hogy a következő években, amikor ez sokkal inkább mondjuk egy tejhez hasonló, vagy kenyérhez hasonló alaptermékké válik, ez még messze van. De ezzel a nyilván a célunk akkor, amikor még egy olasz piacon egy teljesen konvinyens termék, tehát ott már valószínűleg ezt a nagy prémium dolgot, ezt már nem tudják úgy alkalmazni, hiszen sokkal elterjedtebb a salátafogyasztás. Tehát mi ezen dolgozunk, de ennek az után még az elején vagyunk. Mi nagyon hasonlítunk a tejhez, hiszen a tész alapvető élelmiszer kategóriába számít. Azonban hát én egy kicsit talán optimistán vagyok az Istvánnál, olyan szempontból, hogy vannak alaptermékeink, négy illetve 8 tojás és 5 tojás nélküli termékeink, amik az alapkategóriába tartoznak. Azonban azt tapasztaljuk az utóbbi időben, főleg a hipermarket piacon, hogy van egy termékünk, ami a prémium szegmensben szerepel, és hihetetlen növekedésnek indult meg. Tehát ez a 10% az átlagos magyar piacra vetítve szerintem egy kicsit magas, mindenképpen magas, de ugyanakkor ténylegesen létezik egy olyan réteg, aki meg tudja fizetni, és meg is akarja fizetni a jobb minőségű terméket. De ugyanez nem mondható el az átlagfogyasztóról. Nagyon-nagyon kevés az ilyen átlagfogyasztó. A friss végsüteményeknek a fogyasztója azok nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vannak, mert évek óta ugyanannyi ilyet vannak a polcokon a termékek, és diversifikálni a termékeket, vagy a fogyasztóknak a bizalmát, és az, hogy minden nap ugyanott ugyanazokat a termékeket vásárolja egyedül, az ugyanazon az áron történő minőségi különbséggel lehet. Na most ez a fogyasztóknak nagyon jó, a gyártóknak már nem annyira. Ugye a kereskedelmi láncok egyre többet várnak a gyártóktól, mi ennek természetesen mindig próbálunk megfelelni, a fogyasztók azok pedig gyakorlatilag ez a 99 forintos kategória biztosan mindenki ismeri, ezek az úgynevezett helyben sütött finom pékáru kategória, ami nem mi is például a Tesco-nak, meg más kereskedelmi láncoknak is a beszállítói vagyunk. Nem kell a fogyasztóknak ebben a kategóriában többet fizetni a magasabb minőségért, a minőség pedig magas, illetve egyre magasabb, egyre különlegesebb termékeket vár a fogyasztó. Köszönöm szépen. A kormány azt mondja, hogy kiemelt szegmensként tekint, ugye az agrárjogban, mint az élelmiszeripar, az élelmiszeriparra a következő uniós ciklusban jelentős uniós forrásokat is szeretne fordítani. Ugyanakkor az ágazat folyamatos kapja az újabb és újabb szabályozókat, az újabb és újabb adó, illetve más jellegű változásokat. Ráadásul még itt van az ukrán problématika, illetve az ebből kialakult orosz import embargó. Ezeknek az összhatásáról tudnának-e pár mondatot szólni, hogy befolyásolta-e az önök piacát az orosz-ukrán válság egyrészt, a többit kérdezem később, hogy nem több kérdést tegyek fel egyszerre. Én erre nagyon gyorsan meg tudom válaszolni, mert a ipari termékek 99%-ban a magyar piacra értékesítünk, tehát minket nem befolyásolt semmilyen embargó, semmilyen válság.
Nyilván terveink között szerepel az, hogy lehetőség szerint mi is kikerüljünk még több olyan országból, jelenleg nem vagyunk ott, de most azt mondom, hogy jelen pillanatban magyar vásárlókat szeretnénk kiszolgálni 100%-ban, hát ez nem érintett minket egyáltalán. Árszempontjános. Érdekes módon minket egy kicsit érint, pedig már exportálunk mondjuk Ukrajna vagy Oroszország felé, de ott érint a dolog, hogy még Lengyelország vagy Magyarországon belőle vannak készletek, tehát sárgalipa, káposzta, hagyma, általában olcsóbbak a termékek, az alapanyagok, és emiatt nagyobb a különbség a mi termékeink, illetve az elérhető nyers zöldségek között. És ez érdekes, hogy mi éves árakon dolgozunk, mind a áruházláncokkal, mind pedig a beszállítóinkkal. Tehát attól, hogy a piacon lehet olcsóbban kapni most káposztát, én ugyanazt az éves árakért fogom fizetni a szerző szerint a beszállítóinknak. Tehát az én áraim maradtak éves árak, mind a beszállító, mind a vevőfele, viszont olcsóbban kapható bizonyos termék a piacon, és itt a relatív drágább lett a mi termékünk. Bennünket sem befolyásol különösebben az ukrán válság. Magyar terméket gyártunk, ami azt mondja, hogy magyar alapanyagok volt, tehát az alapanyag probléma nem érint bennünket ilyen szempontból, illetve hát próbáljuk lefedni 100%-osan a magyar piacot. Elsősorban a cég felépítése, annak idején, amikor elkezdődött ez az egész még 1981-ben, illetve hát azóta is folyamatosan épül a cég, úgy indult, hogy elsősorban sósul a diszkontokat, illetve a hipermarket piacokat célozta meg, és most próbálunk az úgynevezett tradicionális láncokat rászegél felé bővíteni, és elsősorban mi is úgy tartunk, hogy 100%-osan a magyar piacot lefedni, és utána tekinthetünk majd kiért, többek között Ukrajna felé. És bízunk benne, hogy ez a válság meg fog oldódni hamarosan, és akkor nem kell, hogy beszéljünk erről a problémáról.